Online sajtótájékoztató keretében ismertették hétfőn a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési foglalkoztatási és képzési programját, amely december 1 már a gyakorlatban is elindult és jövő év november végéig tart. A program ma egy január 1 kötelezően teljesítendő önkormányzati feladat ellátását kívánják segíteni. 2017-ben indult el az a folyamat, hogy Magyarország egyedülállóan az Európában minden településén, mind a több mint 3000 településén jelöljön ki egy olyan kulturális szinteret, egy olyan közösségi szinteret, ahol a település lakósai találkozhatnak, ahol kulturálódhatnak, és nem elég egy ilyen szinteret kijelölni, oda bizony szakember is kell, aki meg tudja szervezni az ottani életet, és ahhoz, hogy ezek a szakemberek legalább középfokú végzettséggel be tudják tölteni ezeket a feladatokat, ezeket az álláshelyeket, ahhoz bizony képzésekre van szükség, ahhoz arra van szükség, hogy Kommunikáljunk a falvaknak, a településeknek az önkormányzatával, a polgármesterével. A településeknek nem kell önrészt vállalniuk, az állam 5,5 milliárd forintot biztosít az egyéves programra. Az államtitkár szavai szerint ugyanis kulturális láb nélkül gazdaságilag sem tud teljesíteni az ország, így a járványhelyzetben ezt az ágazatot is fejleszteni kell. A program keretében már novemberben felvették a pénzügyi és képzési folyamatokért felelős koordinátorokat, a közművelődési asszisztensek pedig decembertől dolgoznak a településeken. Képzésük folyamatos, mind közép, mind emelt szinten. A programtól azt várják, hogy a kisebb falvak kulturális intézményei is élettel telnek meg, és a lakosok könnyebben juthatnak hozzá a kultúrához. Cél továbbá, hogy az önkormányzatok is érzékeljék, milyen sokat jelent ebben egy ilyen szakember segítsége. Másrészt azt abban bízunk, hogy ezek a ö, szakemberek, akik a programba bekerülnek, olyan indítatást kapnak, hogy egy életen át ö, itt maradnak, a képzésükről is, a továbbiakban gondoskodnak, tehát hogy, hogy nem csak hogy meg, megörülnek ennek a középfokú képzésnek, hanem ö, tovább mennek és felsőfokú ö, szakirányú képzettséget fognak maguknak szerezni, sőt, akár mesterfokra vagy akár még egy ö, ö, doktorátust is ö, szereznek. Tehát mindenképp a szakmának a fejlődését, a szakmának a fejlesztését várjuk ettől a programtól, a Nemzeti Művelődési Intézet által koordinált program keretében 2000 fő foglalkoztatására lesz lehetőség közösségi szintereken és közművelődési intézményekben, akik mások mellett képessé válnak a helyi értékek bemutatására. Meg tudják szervezni a településükön a közösség életet, annak eseményeit, programjait, emellett segíteni tudják az amatőr alkotó és előadó művészeti körök működését. Az eddig elért több mint 1500 település között több mint 100 szabolcs már bereg megye is ehhez fel kell nőni egy olyan szakembernek, aki ezt leköveti, és időben szól egy polgármesternek, hogy mi az, ami, még, ami felé el kell, hogy hisz nem mindenhol van színház, nem mindenhol van mozi, és nem is biztos, hogy a mozi felé kell orientálódnunk. Mi csak maradjunk azon érdekeink mellett, amiket megkaptunk és megvannak. Csak körbe kell néznünk, és ezt kell megtalálnunk. Az ország 3155 településén működő, mint egy 6300 közművelődési intézmény, közösségi szintér, kulturális civil szervezet, közel 67 millió látogatót, kulturális érdeklődőt ér el éves szinten.